Capriccio. A Papagéno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden vasárnap 4-től Novotny Annával és Zsoldos Dáviddal. Sziasztok, ismét itt a Capriccio, a Klasszik Rádió 92.1-en, Zsoldos Dáviddal és Novotny Annával. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra a mai adás, Szinetár Miklós látjuk vendégül itt a Capriccio online mikrofonjai előtt. Először is, tanár úr, nagyon boldog születésnapot szeretnénk kívánni. Hát 90 éves volt, nemrég. Nem már egy év, lassan már, tényleg. Lassan már a 91-re gratulálhatunk. Hát egyébként lett volna egy olyan kérdésem, hogy nagyon sok minden érdekelte, nagyon sok minden tanult, nagyon sok mindennel foglalkozott, mielőtt rendező lett. Aztán egy interjúban arra a mondatra bukkantam, hogy igazából karmester szeretett volna lenni. Igaz-e? Ez így igaz, ez egy bennem maradt vágy, mindig szerettem volna karmester lenni. Az az igazság, hogy gyerekkoromban kaptam egy ilyen ostrom alatt, a háborúban egy ilyen Scheuermann kór nevű dolgot, ami a hátamból bizonyos izmokat kiirtott. Ettől nem tudtam elég egyenesen ülni a zongoránál. Hát ettől gátlásos lettem, és ettől nem tanultam meg igazán zongorázni. Holott még zeneszerzés is tanultam a Zeneakadémián Huzella Elektor, de zongorázni nem tudtam igazán megtanulni, úgyhogy a karmesterségről hát lemondtam. Azért vannak olyan karmesterek, akik nem kiváló zongoristák, sőt zeneszerzők is, például Kodály is tulajdonképpen hát zongorázgatott, de nem volt mestere a hangszernek. Hát állítólag Wagner is 16 éves korában tanult meg zongorázni. Nem, hát ez bennem egy ilyen furcsa dolog. Aztán jött a rendezés és az elvitt, de annyiban megmaradt bennem ez a karmesteri igény, hogy hát ma is, ha azon veszem magam észre, hogy operát rendezek, hát akkor az énekeseimnek lényegesen többet magyarázok a zenei formálásról, mint magáról a színpadban. Hát volt már olyan esetem, a Così fan tuttéval persze, hogy ketten voltak a színpadon, és aztán egyedül maradt a szereplő, és akkor én hosszan-hosszan magyaráztam neki, hogy itt mik a váltások, melyik sornál, mi a lelke, és akkor érzel, és akkor hová? Én mondtam, hogy mindegy, mert nem azzal foglalkoztam. A mai napig tulajdonképpen az igazság az, hogy az operából a zene érdekel. Egy állandó kérdés és vita, főleg manapság, nagyon sok rendező, aki operával foglalkozik, vagy zenés színházzal nem ért a zenei részéhez, tehát nem tud kottát olvasni, nem tud partitúrát olvasni, a rendező asszisztensek sürögnek, forognak körülötte. Erről mi a véleménye? De nem túl jó. Volt egy nagyszerű karmester az operában, Nagy Ferenc, annak volt az énekesekről az a kérdése mindig, hogy kottista vagy füles? Ez nagyon jó meghatározás. Na most a rendezők nem is itt húzódik a választóvonal, inkább ott, hogy érdekli-e és fontosnak tartja a zenét, vagy az egész csak egy ürügy számára, és egy darabot akar megrendezni. Szóval, ahogy mondjam, bátran mondom, meghalt egy nagyszerű ember volt, a Jiří Mencel. Hát a filmjei leírhatatlanok, zseniálisak. És hát a mondás, a legendás, hát az operában azt mondta a Così fan tuttéra, hát ez egy gyenge vígjáték. Na most, ha ő ezt egy gyenge vígjátéknak látja, akkor persze, hogy olyan lesz az előadás. Igen, a Menzel-féle Così fan tutta valóban nem tartozott a legerősebb produkciók közé, pedig hát mennyire vártuk annak idején. Ő egy zseni volt. Így van. Csak hát annak a divatnak volt a része, hogy az operák világszerte mindenütt hívtak filmrendezőket, egyszerűen a szenzáció miatt, meg azért, hogy volt egy nagyon jeles magyar filmrendező, akit elhívtak Otellót rendezni, azt hiszem Bolognába, és fölhívott engem telefonon, és azt mondta, hogy te öreg, azt mondja, elhívtak Bolognába, nem mondanál erről egy pár szót. Mondom, dehogy nem, nagyon egyszerű, most rögtön elmondom, neked kiszólsz, hogy menjek ki helyetted. Hát az nem úgy van, szóval az tényleg egyik másik ilyen filmrendező jelöl. Ugyanakkor a másik oldalon filmen például a Bergmannak volt a Varázsfóval a filmje, ez zseniális volt. Szóval
Nem szabad soha általánosítani. Meg, hogy mondjam, a Szabó Pistának én nem láttam a Tannhäuserét Párizsban, amiről vegyes vélemények vannak. De a film, amit erről készített, a Találkozáson Vénusszal, az csodálatos. Tudik, az nem a Tannhäuser operáról szól, hanem az opera világáról, mint olyanról. És abban perzve, hogy egy világot kell ábrázolni, embereket, kapcsolatokat, jellemeket, hát rögtön zseniális, az is más. Meg az is más, hogyha meg kéne érteni azt valahol elég pontosan, hogy mitől van az a Tannhäuserbe, hogy a Wolfram, aki imádja a főszereplőnőt, és nagyon szerelmes belőle, és maga a tisztaság, az erkölcsi tisztaság, egy csodálatos dalt énekel az Esthajnalcsillaghoz. Hát igen, nem csak az Esthajnalcsillag, az miről szól? Az a Vénusz, az Esthajnalcsillag. És az a darab központi témája, hogy a hősünk, a Tannhäuser azzal vétkezett, hogy elment a Vénusz barlangjába. Egy nagyon érdekes, azért nagyon érdekes gondolat, és azt gondolom, hogy még erről szeretnék majd később kérdezni, de először Dávidnak fogom átadni a szót. Ezek a film, opera filmek, az azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes műfaj, és kicsit, mintha kikopni látszana, legalábbis nem sok opera filmet látunk már, de mielőtt bármi történik, hallgassunk egy zenét. Mit hozott nekünk? Hát az előbb a Tannhäusert említettem át, a Sarnok áriát hoztam, ami az Erzsébet ária, ami hát egy csodálatos, nagyszerű ária, majd utána a darabról mondok egy-két szót még.
Sziasztok, folytatjuk itt a Capriccio-t a Klasszik Rádió 92.1-en. Szinetár Miklós a vendégünk, Novotny Annát és Zsoldos Dávidot halljátok, mint rendesen. És a rendezésekről beszélgetve az előző körben még azt gondolom, hogy muszáj megkérdeznem azt a kicsit talán sztereotíp kérdést, hogy azért ritkaság, hogy valaki rendezőként karmesterségre vágyik, de annál inkább előfordul az, hogy egy karmesternél a rendezőnek képzeli magát, és akkor ilyenkor jön tipikusan az a helyzet, amikor ugye két dudás egy csárdában. Ez a rendező-karmester dialektika, ennek hol van az egyensúlyi pontja? Mi az egészséges kooperációnak a titka? Hát ha megértik egymást, hát egyébként a rendező operában rendkívül kiszolgáltatott. Hát azok a típus, ahogy mondjam, ha a rendezés az csupa trükk, csupa megoldás, szóval csupa vizébe mindenki modern ruhába öltöztetve megeszik a fejüket, és van benne ringlispél, van benne mi, akkor mindegy, hogy milyen a karmester, szerencsétlen karmesterre ez alkalmazkodik. De ha egy olyan rendezés, ami a tartalomról szól, hát például a Tannhäuserben, ami arról szól, hogy mikor kinek mi a lelki állapota, ha az ember kifog egy nem túl jó karmestert, akkor pehje van. Hát én a Tannhäuserben volt nekem nagyszerű karmesterem, volt kevésbé jó. A Tannhäusert az egy tudja tönkretenni, az borzasztó, az áhítat. Az áhítat, amikor a karmester már felemeli a pálcát az ellen, és már megvan hatva, az borzasztó, akkor az előadásnak vége van, és amikor a témát nem mer kellőképpen gyorsan venni, mert akkor az egy musical sláger lesz, tényleg az, de hát hogy mondjam, nagyon kiszolgál, pláne Mozartban, hát ha csak a rendező nem valami fából vaskarikát csinál, akkor a rendező kiszolgáltatott a karmesternek mindig. A karmester a főszereplő. Ő maga ott van az előadáson, saját maga vezeti elő. Hogy mondjam, mondhatok én ezer szép dolgot és jót, de ott a karmester egyszerre csak lelassul, vagy meghatódik, vagy hát ami a Mozartnál a legnagyobb veszély, de szerencsére ma már ritkább, hogy elkezdődik az előadás este 7-kor, és az a karmester, jaj, csak ízlésesen. Csak minden nagyon ízlésesen, csak semmi forte, csak semmi túlzott piano, nem túl gyorsan, nem túl lassan, csak olyan finoman, rokokon, az borzasztó, akkor meg kell dögleni az unalomtól. Ha már az ízlés szót említette, nagyon-nagyon sok éve rendez, és látja, és hallja, hogy hogyan változik az ízlés. Változik az ízlés? Például egy Mozart opera dirigálásánál. Hát rendben változik. Hát, itt volt két nagy karmester, a Karajan és a Levine, New Yorkban a Levine, és Zázurban a Karajan, akik egyszerűen egy forradalmat csináltak. Elkezdték a Mozartot annak játszani, aminek megírta. A darabokat elkezdték úgy játszani, ahogy azok írva vannak. Előttük a karmesterek minden alkalommal úgy kezdték el a dirigálást, hogy eltartották a kisúlyokat. És azt mondták, hogy jaj, csak ízlésesen. Hát ez az egész csak a stílusra múlik. Csak stílus. Kammermusik, mondták. A Così fan tuttára üres is volt a nézőtér. Úgy hívtak, hogy is hívták ezt, muzsikus csemege. Hát ezek a muzsikus csemege volt a Mozart, a Mozart egész életműve ez ellen szólt. Most változik a stílus, mert tényleg a Karája meg a Levine teljesen megváltoztatták, ezt a helyére tették. Erre én azt szoktam mondani, hogy vannak bizonyos szerzők, akik kimondanak őrületesen nagy igazságokat az életről, de ezt sokszor a kor nem bírja elviselni, és stílussal bünteti őket. Hát a Mozart végül is kimondta a darabjaiba azt, hogy az, amit az emberi civilizáció, emberi kapcsolat, nő-férfi viszonyba kitalált, az nem tökéletes, hogy finom legyek. Erről szólnak a művei, ennek az összes kérdőjeléről. Na de hát ezt egy erkölcsös, ezt elszem lehet. Tehát maradt maradt, úgy hívták annak egy hogy csipkefinom a Mozart. Maradt a csipkefinom. De hát más példát is tudok erre mondani. Hát itt van
számomra a magyar irodalom egyik csúcs teljesítmény a Bánkbán. Hát az egy remek mű. Az egy olyan máig érvényes és mindig érvényes képet fest a mindenkori magyar politikai viszonyokról, az azokhoz kapcsolódó pszichológiáról. Tökéletes mű. Na de ezt nem bírták elviselni, és hát ezért az egészet büntették stílussal. Toppantottak csizmába, és az egész veretes volt, és emelkedett. Hát a világon semmi nem érvényesült. Hát, hogy mondjam, a Bánkbán szól, már bocsánat, hogy nem zenei példát mondok, de nem összetéveszendő, hogy zene legyen a Erkel Bánkbán, ő egy remek, ő nagyszerű, mindát azért nem olyan kegyetlen. Ugye a Bánkbánban azt mondják, hogy Otto és Melinda egyformán örültek. Az operában azt éneklik, hogy álmában érte őt a gaztet. Vászfürein különbség. Na most ennyi az egész különbség. Ez a szemléletbeli különbség. Na most hát a Bánkbánban ugye itt a Peturbán őrjön, mert minden le a királynővel, lázadás, de én azt mondja, a Bánkbán egy fél mondat, amit kiszoktak húzni. De Ráskai Demeter pohárnok. Én azt mondja a Petúr, hogy a sógorok. Ez egy ilyen ország. Na most az egész Bánkbán végig erről szól. De meghamisították, stílust rakgattak át. Ez történt a Mozarttal. Igen, ez valószínűleg teljesen igaz, hogy amikor egy remek mű, végül remek művé magasztosul, az egyben azt is jelenti, hogy jól eltávolítjuk, és megpróbáljuk itt olyan magas példaszerre emelni, hogy utána azt közönséges halandó nehogy ne érje el, de ne is élvezhesse. És nagyon ne tudok kérteni. Ne értse meg. Igen, annak idején még azért Fricsai is fantasztikus, a ropogós módszertokat tudod, és most gyorsan egy pici reklámot hadd adja Krajna Martinnak, aki nem is a rég a szöktetés vitte egy egészen sodró lendületű szikrázon izgalmas zenei megvalósításban. De mielőtt még tovább léptünk, hallgassunk egy kis zenét. Tanár úr, mi legyen a következő zene, amit meghallgatunk? Hát legyen a Denevér, váltsunk, hogy legyen operett. Thank you.
szívem megszakad, hogy jaj, a szívem megszakad, hogy jaj, a szívem megszakad, a szívem megszakad. Capriccio. A Papagéno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden vasárnap 4-től Novotny Annával és Zsoldos Dáviddal. Folytatjuk a Capriccio-t itt a Klasszik Rádió 92.1-en Zsoldos Dáviddal és Novotny Annával. Szinetár Miklós a mai vendégünk, azt hiszem, hogy senkinek se kell bemutatni. Legendás rendező. Hát nem ezt akartam kérdezni, de ha már a denevért mutatta nekünk, mint zenei példát. Én Németországban azt látom, nem tudom ez Magyarországon mennyire jellemző, de hihetetlen reneszánsza van az operetteknek. És nagyon sokat gondolkozom ezen, hogy ez vajon mivel magyarázható ebben a káosszal teli világban megint a high levelt, a tiszta világrend felé, vagy a boldogság felé vágyódunk. Mi hozhatta vissza az operetteket? Hát attól függ, hogy hogy hozzák vissza, mert amikor jönnek ezek a rendezői rémuralmak az operetbe, az borzasztó szó, amikor láttam a Varázskeringőt Frankfurtba, ami egy metrónak az aluljárójába játszódott közben, a WC-n kibejártak, hát akkor nem voltam különösebben boldog. Egyáltalán néha, nem gyakran, néha, amikor ilyen német rendezéseket nézek, akkor tulajdonképpen ezt a pályát abba kéne hagyni, ezt nem kéne csinálni, mert rengeteget árt. Na most visszatérve, de közben az operett egy isteni műfaj, hát itt van ez a denevér, ez a tercet, amit hallottunk. Hát az előbb a Mozartról beszéltem. Hát könyörgöm, a Mozart megkérdőjelezte az emberi viszonylatokat. Tehát a denevér, ami egy nagyszerű darab, hát azért igencsak megkérdőjelezi a házasságot, mint olyat. Hát ez azért arról szól, hogy mindenki másfele, a tercetbe mindenki más partnerra vágyik. Mindenki ki akar lépni az életéből. Mindenki vágyik valami Orlovszki bálra. Mindenki vágyik valami másik partner. Hát ez ilyen ropogósan és ilyen lenyűgözően. Hát egyáltalán a Strauss az egy csoda, Mozart utánzó nagy vagány. Hát azért az nem semmi, hogy ebbe a mélyen katolikus országba, a Jókai Morral közösen a cigánybáróba megkérdezik, hogy ki esketett, mire azt feleli a hős, ki elvette a cigánylánt, hogy egy gólya, aki kelepelt. Szóval egy nagy komoly reklám a házasságon kívüli szerelemnek. De ez még nincs semmi, ott a második fináléba megszólal az a Rákóczi induló, amit a Liszt nem játszhatott el, mert be volt tiltva. Szóval az operettben akkor van élet, hogyha folytatja ezt a mozarti hagyományt, meg egyáltalán a színháznak ezt a hagyományát, hogy bántó igazságokat mond el az életről, csak legfőjebb ez becsomagolja egy olyan sztaniol papírba, amitől az egész rendkívül kellemes. Hosszú-hosszú éveken át tanított és tanít tulajdonképpen a mai napig
mi változott meg ez alatt a sok évtized alatt? Tehát tulajdonképpen a kérdésem arra irányul, hogy jönnek-jönnek a fiatalok, minden generáció kicsit más és más gyökereket, impulzusokat hoz magával. Mennyire más tanítani ma egy 20 évest, mint volt mondjuk 30 éves? Teljesen más. Hát, hogy mondjam, most volt egy előadásunk szombaton, Szerelem Szabadság címen zeneakadémistákkal tartottuk a Soltiba egy nagyszerű osztállyal, ahol is az volt a téma, hogy összejönnek egy ilyen vizsga után valahol egy buliba, és nem szabad beszélni, csak vagy Mozartokat énekelni, vagy Petőfi verseket mondani. És ezek így egymásra feleltek, szóval, hogy úgy kezdődik az előadás, hogy egy fiú azt mondja a szeptember végén, hogy még nyílnak a völgyben a kerti. A másikhoz meg ketten mondják két lánynak, és amikor befejezték, és azt mondják, még ott is örökre szeret, akkor megszól egy harmadik fiú ott a társaságban letéve az italt, hogy az a híres női hűség a Così fan tuttéból. És így ment az egész este. Most ezt ezelőtt 30-40 évvel nem lehetett megcsinálni. Hát az én gyermekkorom, ifjúságom, amikor egy segédrendező voltam, magam hallottam, amikor egy énekes azt mondta, hogy hát most a rendezőnek, hogy most vagy énekelek, vagy játszom. És a kritikákat úgy írták, nem azt írták, hogy XY valakinek a szerepét játszotta, hanem XY mondjuk Csocsoszán jelmezét öltötte magára. Tehát nem játszott, csak magára öltötte. Sőt, a másik ilyen kritikai fordulat az volt, hogy Csocsosán szólamát XY énekelte. Tehát nem alakított, hanem szólamot énekelt. Na most hát ezek a mostani fiatalok, ezek nagyszerűek, ezekkel mindent lehet. Hát hogy mondjam, ezeket a zseniális Petőfi verseket, mert pirétesnesség, a Petőfi ugyanolyan zseni, mint a Mozart, csak el van rontva ezzel az iskola, ugyanúgy, mint a Mozart a csipkefinommal, ő belőle csináltak ilyen, hát amit itt megcsináltuk ezzel az estén, amit most elmondok immáról, nem tudom, hanyatszor, de örök példám. Van ez a csodálatos, egyszerű vers, az Anyám tyúkja, amit tanítanak az iskolában, és mindig mondják, hogy jaj, de aranyos, jaj, de helyes. Na most annak van egy utolsó sora, hát ilyet csak a Mozart tud. Azt a kedvet ne kapja, tyúkusra mondja, él a tyúkkal barátságba, mondja a morzsakutyának. Agyám egyetlen jószága. Na most gondoljunk bele a gyomornak ebbe a fokába, hogy falul. Valakinek az egyetlen jószága az a gyomorult tyúk. Micsoda? Hát ilyen csavarokat a Mozart tud csinálni. A Così fan tuttéba, ahol egyik pillanatról másikra vált a drámáról a tragédia. De most hát Petőfi tele van ilyenekkel. Hát tényleg, és na most ezek a gyerekek bejöttek, élvezték, mondták, hát én sok operafilmet csináltam, és nagyszerű operaénekesek, akik zseniálisan játszották a filmben a szerepeket, jött a próza, és hát ötször kellett felvenni. Hát arról nem is beszélve, hogy egy valamire való operaénekes, azt csak itt tudod beszélni. Azazva tett a hang. Hát ezek meg tudnak normálisan szólni. Szóval egy más generáció, másfajta raj, és rögtön, amikor az ember mondja nekik, hogy hol, mit kell, hogy mondjam, tudnak váltani. Hát amit most mondok, azért engem rengeteget kiátkoznak majd. De amit én nekik tanítok, de ebből mindig hozzáteszem, hogy azt én tanítom, akarják, elfogadják, menne, hogy az Isten egytől mentsen meg, hogy egy áriát egységesen, mindig ugyanabban a hangvételben stilláris egység legyen. Én meg arra visszatom, hogy folyton váltani kell. Hogy az egyik, hogy az tulajdonképpen a Mozartnak, de a Petőfi a lényege a szauna hatás. Forróból hidegbe, jéghidegbe. Amikor minden a langyosabb van, csak hogy kiegyenlített legyen, az rémes. Hát különös, hát ha már Mozartról ennyit beszélek, Mozartra, mert a Trubadurból egy áriát, az tulajdonképpen egy népi zenekar is egy vendéglőbe vacsorához eljátszott, az sikeres. A Mozartnak a legjobb áriái, ha így ilyen finom stílusban játsszák őket, vagy pláne egy kvintet,
Hát meg kell dögleni az unalomtól. Meg kell dögleni az unalomtól. Mit hallgassunk meg a következő percekben? Hát ha már ennyit beszéltem, akkor a Mozart Così fan tuttéból az első felvonás kvintettjét, az a kedvencem. Sziasztok, folytatjuk a Capricciót itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mozart Così fan tuttéből hallottuk a kvintettet, vendégünk Szinetár Miklós, szokás szerint Novotny Anna és Rodos Dávid fogadják, és
Úgyhogy az ember Szinetán Miklóssal beszélget, ugye az adás elején elmondtuk, hogy nem olyan rég volt 90 éves, azért ez egy elképesztő szám, és talán ezért meg is bocsátja nekem, hogy mindig a múltról kérdeztük eddig, mert hát van mit kérdezni attól, aki mondjuk az elmúlt fél évszázad színház történetét úgy körülbelül végigélte Magyarországon. Most hadd kérdezem meg, hogy ha mi az, ami még úgy a tarsolyban maradt, vagy a kofferben, hogy a Bartók mondta, hogy van-e olyan darab, amihez sose nyújt hozzá, de még nagyon izgatja, és nagyon dolgozna vele, és lenne vele mondani valója. Mik ezek a darabok? Hát vannak, de nincs már hozzá, hogy mondjam, fizikai készségem. Hát azért egy darab igazi megrendezéséhez, hát kell napi 4 óra délelőtti próba, és ma már olyanok az állapotok, úgy, hogy este is. Most egy napi 2-4 órát már egyszerűen fizikailag, de na, vesse meg, de elálmosodom egyszerűen. Hát ez úgy, más bajom nincs, de egyszerűen nem. Úgyhogy ezek megmaradnak. Hát tulajdonképpen a Don Giovanni nagyon hiányzik, hogy azt még nem rendezte. A Boris Godunovot akárhányszor, ott borzasztóan szeretném még megrendezni. Tannhäusert újra megrendezném, mert az nekem egy kedvenc darabom. És hát még utoljára csináltam egy egész érdekes filmforgatókönyvet Horváth Péterrel közösen a Vígőzvegyből, amit hát 4 helyen rendeztem a világba, Kazaksztántól Szentpéterváriig. És egy elég érdekes forgatókönyvet, és hát arra gondoltam, hogy ha már a Csárdás királynő filmem, ami egész más volt, mint ami ez lett volna, hát a mai napig a 2. német csatornán a nézettség vezetője, akkor talán ezt is lehetne. Na, elutasították, nem. Pontosabban azt, ha nem utasították el, azt mondták, hogy nem óhajtanak foglalkozni vele. Most hát persze lehet az, hogy a korona, nem tudom minél fogva. Mindenesetre azért lettem szomorú, és ezt most elmondom, nem fél, de hadd mondjam el. Hát azért abban a bizonyos régi átkosban, abban egy filmforgatókönyvet nem fogadtak el, akkor azt a filmforgatókönyvet 9 helyre lehetett elvinni. 4 darab a filmgyári csoporthoz és 5 darab televízióshoz. Ma egyhez lehet elvinni, és miután az egy így döntött, hát úgy néz ki, hogy ez a film nem jön össze. De hát a kérdezte a vágyaimat. Feltettünk egy kérdést egy fiatal zeneszerzőnek nemrég, mitől lesz időtálló egy zenedarab, és azt gondolom, hogy ennyi év után, amit látott és végig rendezett a pályán, mitől lesz egy opera rendezés maradandó? Látjuk, hogy ott van az operaházban például a Bohém Élet, ami lassan, nem tudom, még játsszák-e, de hát az lassan 100 éves. Akár a Metropolitan Operában a Cefirelli féle Bohém Élet, szintén egy nagyon régi rendezés, és egyszerűen akármikor leszeretnék venni a műsorról, akkor a támogatói kör mindig megvétózza. Mivel látja ezt? Ez bizonyos értelemben egy műfaji kérdés is. Ismét hangsúlyozom, amit a növendékem is, az én véleményemet mondom, ami nem biztos, hogy igaz. Én véleményem. Alapvetően 2 féle mű van az operáknál ebből a szempontból. Az egyik, amit tulajdonképpen nem szabad újra fogalmazni, mert alapjában egy naturalista mű, ilyen a Bohém Élet. És valamit mindig újra kell fogalmazni, ilyen a Turandot, ilyen a Varázsfúvola, tehát az, ami egy szürreális fantázia világban zajlik. Hogy mondjam, Shakespeare-t mindig újra kell fogalmazni, Ibsent nehezebb. Ez egy műfaji kérdés, és ez nem minőségi kérdés. Na most ez, ami Pesten megy, a Bohém Élet Budapesten, nem elég, hogy ennyi éve megy, hanem a 3. felvonásban minden áldott este 80 éve felmegy a függöny, és kitör a taps. Ez 80 éve így van, az Olá díszlete zseniális. A maga naturalista módján. Na most hát vannak igen jó díszletek, azok már rajzolni se tudnak. Ez egy másik világ, másik ide, és ez azoknak az újításai.
azok remekül elsülhetnek. Minden olyan darabba, ami nem egy naturális valósághoz kötött vala. A bohém élete, most láttam tegnap, az Oszlói Operában ment modern ruhába, jaj, rémes. Hát egy ideális repertoárban együtt él a régi és az új, hiszen egyiket se kell kidobni, Bach zené és nagyon sok mindent elbírt, historikus előadás, romantikus előadás, modern átiratokat. De ő is egy nyitott szerző. Így van. Azok a történetek is tulajdonképpen nyitott történetek. Így van. Azok nem naturális történet. Igen, az még van egy nagyon nagy különbség, ami egy őrült különbség. Shakespeare-nél, Molière-nél, Mozart-nál a közönség jelen van. Egy partner, akivel megosztja a gondolatait a színpad. Puccini-nál szigorúan tilos, Csehovnál is. Másik mű, másik világ. Hát ezt még szerintem el tudnánk folytatni ezt a diskurzust, és remélem lesz is rá még alkalmunk, az adásidő viszont lassan lejár. Tanár úr, még egy utolsó zenét mutas nekünk, mi legyen a zene, amivel búcsúzunk a hallgatóktól? Hát talán a Kodálytól a Tetúr Rózsán Tetúr, ami nekem egy személyes élményem, mert hát hogy mondjam, fölvágok ilyenkor mindig, dicsekszem ezzel mindig. Nekem van egy olyan fényképe, amit a Kodály nekem dedikált, és az van ráírva, hogy Szinetár Miklósnak a Hári János és a Székely Fonó újra alkotásáért köszönettel Kodály Zoltán. Ilyen nincs senkinek, nekem van. Na és ez a bizonyos Székely Fonó, ez úgy történt, hogy egyszerre csak az operának próbáltam a Székely Fonót, és ami hát egy remek. És akkor közölte vele a portás, hogy a Kodály úr itt hagyott magának egy kottát. És odaadta a Tetúr Rózsámat, ami egy eredeti székely népdal, gyászdal, azóta benne van a darabban, ha játsszák, és egy gyönyörű, megáll a levegő mindig egy gyászdal. Ez akkor írta, amikor a felesége meghalt. Kodály Emma, aki egyébként korábban a Debussynek barátnője volt. És hát bizony ebben a Tetúr Rózsámban egy-egy Debussy-s harmónia van. Na így kell magyarnak lenni. Érdemes régi kritikákat olvasni, Kodály is nagyon sokat írt Debussyről, a Peléasztról akár, vagy más korabeli művekről, tehát ez a ki, kivel és hogy mi kapcsolódott egymáshoz, ez mindig egy fantasztikus érdekesség a zenetörténetben is. Szinetár Miklósnak nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ti szokás szerint Zsoldos Dávidot és Novotny Annát hallottátok itt a Capriccióban. Gyertek jövő héten is, és Kodállyal búcsúzunk. Sziasztok! Thank you.